Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Rendhagyó módon egy kubai Carlos Celdrán üzenetével kezdjük ezt a mai napot. A Színházi Világnapon mondta nekünk, hogy amikor megértettem, hogy a színház önmagában is olyan, mint egy ország, a világot behálózó hatalmas terület, felszabadító döntést hoztam. Ne menj el onnan, ahol vagy, ne rohanj máshová. Ahol te vagy, ott a közönség, ott vannak a társaid, akikre szükséged van. Nos, a rövid bevezetőből talán kiderült, hogy a mai vendégem egy színművész, Kis Diana Magdolna, a Vörösmarty Színház tagja. Tisztelettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy velünk. Én is nagyon örülök, köszönöm a meghívást. És ráadásul egy székesfehérvári hölgyről beszélünk, amit kevesen tudnak. Én egy rögtönzött közvéleménykutatást végeztem, és nagyon nem tudták, hogy székesfehérvári vagy. Holott ősfehérvári. Hiszen, ja is, hogy miről is fogunk beszélni, és ismét egy idézet ígérem, az utolsó, azt az elveszett gyereket keressük, akin jó sok réteg van, és egy vastag hagymaként sokáig kell fejtegetni, mire megtalálják a magját. Mondta Kis Diana Magdolna. Igen, ez így van. Én még mindig fejtegetem magamat, és szerintem majd még jó sokára fogok elérni a maghoz. No, talán most valamennyit azért hozzá tudunk tenni. Kodály Zoltán énekzenei általános iskolába jártál. Aki kodályos volt és egyben hermanos, tehát zeneiskola, az én azt gondolom, hogy a zene mindenkié, mondja Kodály Zoltán, de sokkal többről van szó, aki Székesfehérváron ebbe a két intézménybe járt, azt a zene bizonyosan megfertőzte. Ez így van, a mai napig én ugye fuvolatanszakra jártam, nagyon-nagyon sok éven át Hegedűs Imre volt a fuvolatanárom, aki sajnos már elhunyt. Nagyon sokat tanultam tőle a zenével való, hogy idomuljak egy dallamhoz, hogy mi az, hogy zene, hogy lélegzik együtt egy hangszer és egy ember. És ugyanezt tanultam ugye a zenei általános iskolába, és aztán a gimnáziumba is, mert ugye ott is érettségiztem a Kodályban. És a hermanosokkal együtt, hozzánk jártak hermanosok is, zenész fiúk, egy olyan csapatot alkottunk, ami egyedülálló szerintem egy iskolán belül, hogy két ilyen zenei csapat egy helyen tud alkotni, és nagyon-nagyon jó osztályom volt nekem, én nagyon szerettem. Tehetséges voltál zenei vonalon? Ha gyakoroltam volna, de lusta voltam. Tehát akkor egy pillanatig sem került szóba, hogy zenei pályát választasz? Hangszeres zenei pálya nem volt szóban, fuvolázni. Én fuvoláztam voltam, ugye az nem volt szó róla, mert nagyon-nagyon lusta voltam gyakorolni, és ugye napi 6-7 órát igényel egy hangszer teljes elsajátítása és birtokba vétele, én erre nem voltam alkalmas. Én operaénekesnőnek készültem, és a gimi után el is mentem felvételizni a Weiner Leo konzervatóriumba, meg a színművészetire, és ugye a színműre fölvettek, úgyhogy inkább azt választottam. Tehát ez az akarj többet parancsszó tükrében, ez így indult. Viszont mégiscsak a színművészeti egyetem lett a tiéd, viszont zenés osztály. Én azt hiszem, hogy az az osztály, nagyon sokat beszélsz róluk, mindenütt megemlíted, a Hoppárt esetében, de erről majd külön esik szó, de egy Asher Tamás Novák Eszter osztályban mi mindent lehetett megtanulni, ami máig elkísér? Először is csapatmunkát, tiszteletet, együtt dolgozást, együtt gondolkodást, együtt érzést, és a zenének minden olyan, a gyermekdaloktól a komoly nagy operáriákig, minden olyan szegmensét és színét, amit tudni érdemes és tudni illik, egy olyan énekelni és zenélni tudó színésznek, akiből egyébként sajnos kevés van Magyarországon, egy olyan allround képzést, egy olyan teljes körű képzést kaptunk tőlük, amit szerintem mindenképpen minden egyetemi osztályba be kell vezetni, szóval szerintem nincs akkor olyan, hogy csak próza és csak zenés osztály. Mi mind a két oldalát megkaptuk a két osztályfőnökünktől. És ennek volt eredménye is, van jelenleg is. Okay. Ugyanakkor 2007-ben végeztél, de már 3 esztendővel azelőtt folyamatosan felléptél, szerepeltél. Ez megerősített, hogy jó utat választottál? Igen, de azért fontos volt, hogy elvégezzem ezt a sulit, meg hogy
olyanná váljak, amilyen még mindig nem vagyok, de igyekszem nagyon sokat dolgozni most is. Hát felléptem, de azért az nem ugyanaz, mint amikor már van valamennyi a hátad mögött, valami tudás, hogy mégis hogy kell ezt a szakmát csinálni. Ugye a filmek is korán jöttek. Igen. És azt hiszem, hogy legendás filmekben játszottál, majd egy rövid felsorolást megengedünk magunknak. Tehát ez párhuzamosan történt. Viszont 2007-ben gondolom én, akit már megismert a színház szerető és a filmes közönség is, rendezők nem különben, az azt vártuk volna, hogy elszerződik egy valamilyen színházhoz. Most én azt gondolom, hogy vagy Budapestre, vagy vidéki színházba, és mégis szabadúszó lettél, és hopártag. Igen, ez nekem egy nagy törés volt az életemben az, hogy én a Radnóti Színházban voltam gyakorlaton, az egyetem utolsó évében, és én nagyon-nagyon szerettem volna oda szerződni, de Bálint András közölte velem és másik két társammal, hogy nem tart ránk igényt a színház, most nincsen hely, nem tudnak minket leszerződtetni, és én emlékszem, hogy akkor hazáig zokogtam az Andrássy úttól a Horánszky utcáig, és én utána nem kaptam máshonnan felkérést, és így kitaláltuk az osztályjal, éppen az osztályból nagyon sokan nem kaptak felkérést színházakhoz, hogy megcsináljuk a hoppártot. És igazából a hoppárt mellett tudtam elmenni, mind azok, abba a sok városba, ahol ugye Komáromba, Szegeden, Kaposváron dolgoztam, ahol amúgy szerintem nem lett volna esélyem eljutni, és így még többet tanulhattam, mint ha csak egy színházba lehorgonyzok fiatalon kezdőként. De a hoppárt az bejött, hiszen nagyon sok, én azt gondolom, hogy kult darab jött ki a kezetek alól, viszont az mégsem adja meg, én azt gondolom, a színésznek a teljességet. Tehát folyamatosan vágytál arra, hogy állandó társulathoz szerződj, hiszen az országot bejártad, ahogy itt említetted. Vágytam rá nagyon, mert nyilván egy ideig nagyon-nagyon jó dolog az, hogy saját magunk urai vagyunk, és saját magunknak termelünk ki olyan produkciókat, amik a mi szánk íze szerint működnek. De közben az anyagi biztonság, ami sajnos nagyon fontos, bármennyire is azt mondja az ember, hogy ó, hát ingyen megcsinálom, mert művész vagyok, nem, ez nem így működik. Nekünk is be kell fizetni a telefonszámlát, és én még nagyon vágytam arra, és a mai napig vágyok arra, hogy egyszer majd visszajuthassak Budapestre, és meg tudjam mutatni akár 45 évesen, hogy én igenis való vagyok egy fővárosi színházba is, mint színésznő. Ugye a Junior Prima Primissima díj jelölésed az megerősítés volt, függetlenül attól, hogy nem kaptad meg. Igen, kétszer is jelöltek, igen. Tehát egyrészt a sokoldalúságod, a másik oldalról, hiszen azért ne feledjük, hogy voltál Csárdás királynőben, West Side Story és a többi, tehát a prózai darabok mellett azért csak-csak kiteljesedhettél énekesként is, ha úgy tetszik. Igen, elsősorban énekes szerepekkel kezdtem a pályámat, és utána jöttek a prózai dolgok, amire egyébként nehéz visszaállni agyilag, meg szellemileg, hogy a sok ének és zene után hogy kell újra beszélni, és megtalálni a saját beszédhangomat. De hát most inkább prózai dolgokkal van dolgom itt a Fehérvári Színházban. Mi azért még egy idézet tőled, hogy nekem annó azt mondták, hogy vidéki primadonna leszel, és mindenhol fogsz játszani. És azt mondtad, hogy úgy tűnik, hogy beteljesedik ez a profécia. No, hát mi ennek örülünk egyébként, de ahogy hallom, és ahogy mondtad, a mai napig ez kísért, ez a múlt. Igen. Ez nem úgy történt, ahogy lehetett volna. Mi hiányzott? Nem tudom. Lehet, hogy az én személyiségem túl erős, túl szigorú vagyok, túl kemény. Meg hát azért mindenki tudja, hogy a pletyka elég gyorsan terjed, és én egy eléggé temperamentumos személyiség vagyok, viszont ez nem keverendő össze azzal, amikor azt mondják valakire, hogy hisztis. És én ezt utálom, ezt a szót, hogy hisztis, mert a hiszti ez az, amikor a gyerek levágja magát a betonra, és dobálja magát, mert nem kapott nyalókát. De az, amikor úgy beszélsz egy rendezővel, vagy úgy kommunikálsz valakivel, hogy abból esetleg egy jó ízű vita kerekedik, az nem hisztisség. És valahogy ez volt, hogy a kis Diana hisztis, és ezért nem tudom, lehet megijedtek tőlem, de ez sokkal zárkozottabb, és egy sokkal érettebb, és
bölcsebb ember lettem már, mint ami voltam. Tehát nagyon sokat komolyodtam, meg öregettem. A nagy filmek, az úgymond nagy filmek, nagyon-nagyon sok filmben játszottál, remek filmekben. Mennyit segítettek ebben, hogy megtaláld a helyed? Mert ugye említetted, hogy a filmmel kezdted már főiskolásként. Abban segítettek nagyon, hogy elképesztő türelemre tanítottak. Tehát a filmnél nagyon sokat kell várni. Illetve a film az egy pillanatművészet olyan szinten, hogy muszáj akkor abban a pillanatban, amikor a kamera elindul, olyan pontosan teljesíteni azt a feladatot, amit a rendező elvárt tőled, hogy ez egy olyan fokú befelé fordulást igényel lelkileg és szellemileg és koncentrációban, hogy ezt a tűpontosságot tanította meg igazából nekem, és azt, hogy kell önmagammal együtt létezni pont akkor abban a pillanatban. Tehát ennek tükrében az életedben jószerűvel kevés az esetleges. Igen. De a szerepválasztásoknál, illetve hogy hívnak vagy nem hívnak filmre különböző rendező vidéki színházakban, akkor az mégiscsak esetleges. Az esetleges. Amikor Hoppártos voltam, akkor rengeteget hívtak. Amióta nyilván ugye leszerződtem ide Székesfehérvárra, azóta kevesebbet. Nyilván azért, mert nehezebb egyeztetni, az egyeztetés itt az egész mindennek a csimboraszója a színházi világ, illetve a filmes világban. Úgyhogy most így megálltak a felkérések különböző helyekről, ami nekem hiányzik. Filmezni hívnak, meg hívnak nagyon sok castingra. A casting ugye az meg 50-50, vagy sikerül, vagy nem. Alapból vagy pupillatárogató? Gondolok itt elsősorban a határozottságodra, az igazmondásra, a kiállsz jó mellett, vagy kevésbé jó mellett, hiszen ez soha nem derül ki akkor és abban a pillanatban. Most a castingra gondolsz? A castingra is, meg úgy általában. Hiszen nagyon sok, elolvastam néhány interjút veled. Uh-huh. Mindig határozott voltál, tiszta és egyenes. Igen, én az vagyok, és ezt szerintem nagyon sok ember nem szereti. Vagy ha szereti, akkor meglepi, hogy valaki annyira éppen azt, amit gondol, az kijön a száján. És lehet, hogy valamikor sértő, vagy túl durva, vagy túl nyers, de azt gondolom, hogy főleg ahol én dolgozom, és abban a közegben, ahol én dolgozom, hogyha nem vagyunk egymással maximálisan őszinték, és kevergünk rossz irányba, akkor nem fogunk jól tudni együtt lélegezni és dolgozni. Tehát tulajdonképpen, amit mondtál, én azt gondolom, hogy az kifejezi azt, hogy te mindig sútba dobott az általában és nagyon gyakorlottan alkalmazott egyenlősdit. Nincs Igen. ilyen, ugye? Nincs. Nálam nincsen. És ez abban nyilvánul, meg gondolom én, hogy elmondod a véleményedet. El szoktam mondani általában, igen, de most már azért meg tudom állni, hogy visszavonuljak. Tehát most már idősödtem tényleg annyit, hogy jó, ráhagyom, mondja. Tehát akkor nem toporzékolsz. Amúgy is. No, a honlapodon, illetve a port.hu-n uh-huh. fent volt, hogy a világ legjobb nője, korosztályának kiemelkedő tehetsége, egy film kapcsán mondták ezt. Pontosan ezer éve nem olvastam a port.hu-ról semmit. Hát a kék szemed szőke, ráadásul a karakteres hangod remekül énekelsz, nagyszerűen játszott. Ez nem Vörösmarty Színházra vonatkozik itt most, hanem uh-huh. egy filmszerepre. Apropó a filmszerepek, van-e olyan, amelyet kiemelnél? Nagyon sok mozifilmben is játszottál, ráadásul remek szerzőkkel, remek rendezőkkel, tehát Mundruczó Kornéltól kezdve többen is voltak. Van-e olyan, amit kiemelnél? Amit már láthattak a nézők? Olyat? Hát adott esetben igen, tehát most ne a munkaügyek, meg a Zimmer Feri 2-t, mert azt Nem, én most forgattam egy filmet az elmúlt évben, illetve ebben az évben, tehát ez egy 4 évszakos film lesz. Felméri Cecília rendezte, ebben hárman vagyunk vezető szerepben színészek, és nekem ez volt eddig a legnagyobb feladatom, színészileg és minden téren. Amúgy pedig, amit kiemelnék, nekem az a szabad esés volt a Pálffy Gyurival,
meg az Úr hangja, ami szintén ugye vele készült. Mindegyik film más. A Szász Attilával, Szász Jánossal is nagyon jó volt dolgozni, de valahogy a Szabad esés az egy annyira gyorsan készülő film volt, az egy nap alatt készült el az a jelenet. Az valami olyan eszenciális munka volt, hogy nekem az nagyon megragadt, és én azt nagyon, nagyon jól emlékeim vannak róla. És no, a Felméri Ceciliáról, filmről beszéljünk, hiszen Borbély Alexandra okán is. Milyen volt vele együtt dolgozni, hiszen ez a most a nagy siker után... Én vele nem dolgoztam. Nem? Nem, de nem mondhatom el, hogy miért. Jó. Mi nem találkozunk a filmben Szandrával. Ezt mondtad a filmről egyébként, hogy színészileg életem egyik legnagyobb kihívása volt egy éven keresztül hordozni magamban ezt a nagyívű szerepet. Igen. Hogy a Spirál annyira személyes alkotás. Még mindig megragadt téged, ami személyes? Igen, mert én egy nagyon emocionális ember vagyok, és sosem a felületét szeretem kapargatni embereknek, vagy szerepeknek, vagy könyvnek, vagy bárminek, hanem mindig azt, ami nekem a legfontosabb egy emberben, vagy egy könyvben, vagy egy szerepben, vagy egy zenében. Tehát én például zenét is úgy hallgatok, hogy sávonként hallgatom a zenét, és van, hogy nekem egy fagott motívum annyira személyes, hogy elsírom magam rajta, mert nekem az annyira sokat jelent. Tehát én mindig a nagyon személyes dolgokban ragadom meg önmagamat, és keresgélek. Tehát a Spirál ilyen. A Spirál nagyon ilyen, igen. Viszont ez a Spirál, ez így vezet felfelé. Hát nagyon remélem, hogy fölfelé vezet. No, Vörösmarty Színház. Megérkeztünk otthonról a film, illetve a színház világába. Hazajöttünk a Vörösmarty Színházba. A megkeresés történt. Vagy megkerestek? Szerettél volna hazajönni egy kicsit? Pár tudjuk, hogy Budapest rajongó vagy. És ez a célod, hogy hiszen az a világ közepe nem vitás Magyarországon, de milyen gondolatokkal érkeztél? Hát ez egy nagyon furcsa dolog volt. Nálunk ugye a Hoppártba sajnos le kellett húzni a rolót, 9, majdnem 10 év után, anyagi problémák miatt, és kellett egyszerűen valahova menni. És úgy éreztem, hogy én Fehérvárra akarok jönni. És leadtam a személyi, vagy a CV-met a színházba, az önéletrajzomat, és nagyon sokáig nem válaszoltak rá. És én a Bagó Bercit régóta ismertem, és ő engem annól le akart szerződtetni Zalaegerszegre, de én oda nem mentem, amikor diplomáztam. És felhívtam, hogy figyelj már, Berci, ott van a papírom, olvassátok el. Jó. És akkor azt hiszem 2 nap múlva jöttem, és az igazgató úrral így ültünk szembe, és mondta, hogy akkor Isten hozott nálunk. Tehát, hogy nem volt megkeresés, én kopogtattam be az ajtón, hogy én itt szeretnék dolgozni, ez vagyok én, ezekbe játszottam, ő ismer, mehet, menjünk. Bilágos. És akkor azóta itt vagyok. Nagyon jó, hogy Zalaegerszeg felől jönnek, hiszen a Nagypetiék is. Igen. Többen is. No, és milyen volt az első pillanat? Hiszen azóta láttunk számtalan szerepben, főszerepekben, és azt gondolom, hogy a színházba járó, színházbarát emberként kimondhatjuk, hogy nagyon-nagyon jól jártunk veled. Ah, köszönöm szépen. Hát az első pillanat, hogy ez nekem az 56 cseppvér volt, amiben játszottam. Nagyon örültem neki, hogy énekelhetek, tehát hogy rögtön azzal kezdem, hogy akkor egy zenéssel, hogy megmutathatom, hogy tudok énekelni is. Nagyon-nagyon jó társulat van, nagyon-nagyon jó emberek, és fantasztikus hangulat, és én nagyon szeretek itt ezekkel az emberekkel együtt létezni, mert tényleg, hogyha bármilyen negatívum is van bárhol, akkor ezekkel az emberekkel is elvinném a hátamon a világot, mert annyira jó csapat van itt. Ezt egyébként látjuk. Igen. Azóta számtalan. Azért nem szentségtörésen beszélni a sikerekről, és nyugodtan beszélhet az emberfi a saját sikereiről, mert hogy azt hiszem, hogy egy sikersztori a tiétek. No, igen. Mire készültök? Most lesz a Vágy villamosának a bemutatója. Pontosítok, a Vágy nevű villamos bemutatója.
ami ugye elmaradt pár hónappal ezelőtt, mert Tóth Ildikó színművésznő ugye balesetet szenvedett a díszletben, és meg kellett várnunk, míg ő meggyógyul, és összeforranak a csontjai. És ez most lesz 27-én, este 7-kor a színházban. Még mindig nem tettél le Budapestről? Ezt búcsúzóul hadd kérdezzem meg. Sosem fogok lemondani Budapestről. Jó. Mi viszont soha nem fogunk lemondani arról, hogy valamilyen módon itt marasztaljunk, és köszönöm, hogy itt vagy velünk. És hát akkor szép estéket, szép színházi estéket kívánok. Köszönöm én is nagyon. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kis Diana Magdolna volt, a Vörös Marti Színház színművésze. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!